olyan műsort láttunk, mind gondolatilag, mind szakmai kivitelben, hogy csak lenyűgözött. Most itt Szörényi Lászlóval szóhoz se tudunk jutni, tehát teljesen sokkolva vagyunk, mert olyan darabot láttunk, amire nem voltunk fölkészülve, hiszen megkaptuk mi is Tibor könyvét, volt időnk belőle fölkészülni, de közben itt egész más láttunk, és majd kiderül talán ez is ma este, hogy mi ez a más, és miért lett más, mint ahogy eredetileg a szöveg ezt sugallja. Egy szerencsés, de szerencsétlen sorsú költőről lesz ma szó. Szerencsétlen abból a szempontból, hogy nem írt magyarul, nem volt magyar olvasó közönsége, és a nép nem is értette, vagy akik a nyelvet beszélték, azok se értették, mert azok nem ismerték az itáliai gyermekkorát. Másrészt szerencsés, mert úgy lett örök, hogy gyakorlatilag ugye évszázadokon át nem ismerte a közönség, és most a mai időre éppen olyan magyar költő lett, mint a többi magyar költők. És még annál is izgalmasabb, hogy mi mindig új János Pannonius képet látunk, mert minden korszak megpróbál megküzdeni az ő alakjával, költészetével, és mindig újabb és újabb, frissebb és frissebb fordításokba kapjuk. Minden korszaknak megvan a saját olvasata. A darabot azt olvastam annak idején kéziratba, vagy gépiratba, aztán most elolvastam ebben a tavaly megjelent Színjátékok című kötetben, hat más darab társasága, vagy hat darab van benne, és aztán ezt kétszer olvastam el, és akkor kaptam egy új darabot, mert Tibor, hála magasságos Istennek, rögtön bemutatta azt, hogy amiről Jóska beszélt az előbb, hogy folyton új meg új János Pannoniust kapunk, ugye? Most a helyzet az a lehető legkomolyabb, ugyanis miről van szó? Van egy, külön elhoztam megmutatni, az angol szász nyelvterületen, tehát gyakorlatilag az egész világon neolatin, vagy tehát ilyen újlatin költészeti antológia a legnépszerűbb, legelterjedtebb, amely tehát nem csak a angliai neolatin tartalmazza, mert olyan van egy Oxford sorozatban, ugye az oxfordi régi angol vers, ez egy oxfordi latin vers kötet is járul, de az csak az angliai vagy nagybritanniai költőket tartalmazza, amely az egész neolatin költészetet, az a Fred Nicholsnak az antológiája, valahányadik kiadás ez, ami nálam van, és gondoljuk el, hogy ez csak a csúcsot mutatja be, mert azt mondja, hogy lehetetlen volna egyébként másképpen bármilyen válogatást csinálni, mert a neolatin költészet több ezer költőre terjed ki a föld minden országába, beleértve Tasmániát, mondjuk, Hodzsiáktól kezdve, mondjuk Petrarkától a napjainkig, tehát le kell szűkíteni ennek a ráadásul ennek egy része, tehát nincs a világon olyan könyvtár, az internet előtt még virtuálisan se, amelyben mindezen szövegek elérhetők, természetesen azóta a helyzet így internettel együtt javult, és egy része meg se ilyen nyomtatásban, tehát az verseknek. Most a Nikosz azt csinálta, hogy a legtopabb verseket vagy költőket válogatta össze, Petrarkával kezdődött, tehát két részre osztja, Itália és a világ többi része, mármint a latinul író világ. Petrarkával kezdődik, Miltonnal végződik, összesen tartalmaz 20 költőt, ezek közül a harmadik János Pannonius, akit magától értetődően a Guarino legnagyobb tanítványának tart, és akit a lehető legmagasabbra értékel a saját olyanok között, mondjuk, mint a Marullus, vagy csak a kortársakat veszük, vagy a Vespasiano Strozza, aki ezt Ferrarába verset is ír, Strozza vagy Strozzi válaszol, és a mai kutatás úgy látja, hogy például a Strozzit ő biztatja arra, hogy írjon eposzt. Úgyhogy beilleszkedik abba a sorba Jánusz, mint ösztönző diákként, amely Ariosztóba csúcsosodik. És az utolsó Milton, a legnagyobb angol költő,
aki, mint megjegyzi Nichols, hogy a dolognak a furcsaságát és szépségét hangsúlyozza, hogy a legnagyobb angol költő az sose lett volna az, hogyha nem latin költőként kezdi, és legnagyobb versének mindenki az Epitaphium Damonis látja, ami speciál latinul írt, és amelyben bejelenti, hogy ő megunta a latin költészetet, és ezen túl angolul fog. Most nekünk itt van egy költőnk, akit a világ így értékel. Ez a kiadás 1979-es, amit a kezembe tartok, azóta vannak újabbak. És hát nem a Nichols az egyetlen, aki nagyra becsüli Jánuszt. Tehát van egy ilyen költőnk, ilyen nagy költőnk, akit a bal sors ugye azzal vert meg, hogy legalábbis tudomásunk szerint nem írt magyarul. Mindenesetre amit írt latinul, azt is ugye eléggé kanyargós sors sújtotta. Van olyan a legnagyobb műve, amelyet egyre jobban becsülnek most már, és annak is vannak már fordításai. Azelőtt dokumentumnak tartották és érdektelennek, ugye ez a Marcellushoz írott nagy 4800 soros kiseposz vagy panegirikus. Ennek például eltűnt a kézirata. És ami pedig itt a darabban kapcsolatban alapvető, az erotikus epigrammáit azt nagyon sokáig nem adták ki, és főleg nem fordították magyarra. Tehát, de a gondolatmenetnek ez csak egy elágazása volt, visszatérek a főcsapáshoz. A főcsapás az, hogy tehát nekünk van egy ilyen nagy költőnk, akit a hála a jóistennek a 20. század, bár a 19. arany, egy neki tulajdonított verset mesterén lefordít, arról nem tehető azóta kiderült, hogy ez egy János utánzat, de a jó szándék meg volt benne. És a, mondjuk a nyugat második nemzedéke óta valóban egymással versenyezve a legnagyobbak fordítják, vagy hat változat készült a legfontosabb verseiből, jobbnál jobbak, néha nem lehet eldönteni, hogy melyik jobb, és folyamatosan javítják. A közönség körében legismertebb Vékovás Sándorféle nagy kétnyelvű kiadás, akinek is két kiadása van, és ha megnézik, a második már jelentősen javított az elsőhöz képest. Hála a jóistennek, tehát itt a dolog megvan, az irodalom nem feledkezett el róla, a költészet szereti, és itt egy baj van, hogy nekünk a múltunkról való lemondás, az az öngyilkosságnak egy rendkívül rút ocsmány válfaja, az, hogyha a különböző praktikus meggondolásokra, amelyek között a legfontosabb, a sose említi senki, vagyis a totális műveletlenséget, butaságot és gonoszságot, ezekre hallgatva, az lassanként eltüntetik a latint a középiskolából, ennek megfelelően nem csak analfabéták kerülnek ki, mert ez a szép, hogyha a latint kihúzzák alólunk, akkor megrodjan az irodalmi tudatunk. Úgy, ahogy van, nem csak a Jánusz miatt, nem csak azért, mert voltak magyar-latin költők is, hanem azért, mert az egész európai irodalom a görög-latin kultúrára épül az egyik oldalon, a másik oldalon arra a megszűrt közel-keleti valamire, amit a Biblia közvetít. Ha ezt a kettőt, ez pont olyan, mintha betiltják a Bibliát, mint Albániába, ha Vergilius már senki nem fogja tudni elolvasni, akkor az körülbelül ugyanaz, mint a templomok fölrobbantása, vagy lóistállóvá alakítása, vagy uszoda, vagy ateista múzeum, ezek a Szovjetunióban bevált módszerek. A költészetének a rengeteg értelmezési lehetősége közül, amelyben megoszlik a nemzeti recepció, más a franciáknál, más az angoloknál, már három angol fordítása van, nemrég készült el egy dán, más az olaszoknál, ahol például az erotikus epigrammák nagyon fontosak, meg ezek a második pápára vonatkozó gúnyos epigrammák, amelyekből hallottunk, vagy be vannak szőve a drámába, és megint más, mondjuk a horvátok, itt elhangzott Szent László, elhangzott Attila. A horvátok csináltak egy olyan Jánusz Pannoniuszt, amelyből minden utalást kihagytak az ilyen, hogy is jákokra, az ilyen barbár személyiségekre, ugye, mint Attila vagy Szent László, meg a hunok, ez a szó természetesen a horvát kiadásból latinul is kimaradt. No, ez mutatja, hogy a nagy baromság mellett, amely a latin kiírtását kíséri, vagy okozza, amellett még az öngyilkosságnak ez a minősített válfaja is, tehát hogy a múltunkat átengedjük a szomszédainknak. Na, nekünk nem kell, vigyétek. És én azt látom, hogy a gondolati ívede, itt van a mester, úgyhogy majd megcáfol, a hülyeségeket beszélek, az nem egyéb, mint a sok vers közül, amelyekben Jánusz nem önmagában a lét nagy kérdései, tehát a lélek halhatatlanságát, a testi szenvedés értelmét, a pannon lét mienségét, barbárság és Itália, a két haza problémája,
ezek mind külön-külön ugye nagy kötetekben tárgyalhatók, hanem magát az alapvető dolgot, hogy a költészet mire jó. Egyáltalán mire jó mindezek mellett, mert van test, amely megy a hideg földbe, van lélek, amely jó esetben, ha halhatatlan és nem bűnös, akkor üdvözül, de mi van a névvel, ami a tevékenységgel, a költői művészettel, azzal, amiért él a költő, ami felszívja az életet és láthatóan megszünteti. Az előző változatban egyszer, itt kétszer hangzott el ugyanaz a mondat, ugye jól vettem ki, amely pontosan erről szól, hogy aki él, nem ír, aki ír, nem él. Na most valami ilyesmit láttunk itt. A nagy változás pedig, és akkor itt kell rátérni a Mátyásra, az az, hogy itt mindenki látta, tehát ellenőrizhetik, hogy nem tévedek el. Van egy pont, ahol mivel a költő átírta a szöveget, és egy olyan szövegrészt, amit Mátyás mond gúnyosan, hogy mikor a Pannonföld hidegségét szidalmazza, hogy mi az még a király tehet az éghajlatról is. Itt azt Jánusz mondja, és attól persztől kezdve, anélkül, hogy megváltoztatná azt az profilformálást, és a hangot mégis megváltoztatja, úgyhogy nem ugyanaz a hang, amivel Jánusz beszélt, de nem is az, amivel Mátyás, hanem egyszerre lesz a kettő. Ez hihetetlen fontos változás, és teljesen átírta a darabot ezzel a néhány fogással. Na most rátérek, hogy mit hagyott ki, és ezáltal sikerült ilyen módon megemelni, vagy ebbe az irányba vinni a dolgot. Az egyetlen konkrét történelmi célzás, mert a többi vád, ugye a korrupció és hasonlók, amelyekről mondjuk a legrészletesebben a szegény azóta meghalt nagy történészünk Kubinyi András írt, aki megvizsgálta gondosan, hogy mely vádak igazak, melyek nem, amelyeket Jánusz és hogy is hívják, Vitéz megvesztegethetőségével kapcsolatban emeltek a kancellári ügyek intézésénél, de ez megint nem érdekes. A legfontosabb az természetesen a konkrét célzás a Jagelló trónkövetelőre, a 14 éves Kázmérra, akit most már tudjuk, ez is jellemző, hogy pontosan abban az évben, amikor te a darabot írtad, akkor jött meg először magyar fordításban az a levél, amelybe behívják Vitéz és Jánusz, behívják Kázmért Mátyás ellen. Az érvet beilleszted, de így elveszti a súlyát, az év pedig az, hogy nem legitim, mert nem királyi házból származik, és mint tudjuk, leányágon a Jagelló, éppen uralkodó Jagelló dinasztiába Árpád vér folyt. Tehát ilyen alapon lehetett meghosszabbítani a legitimitást, ugyanúgy, mint ahogyan a Zsazsukkal történt annak idején. És ez nagyon fontos a korban. Mindig az is természetesen, hogy mindent megtett Jánusz és Vitéz, hogy Mátyást királlyá tegyék. És amikor szembefordultak vele, abba nyilvánvalóan szerepet játszik a legfontosabb, az, hogy nem értettek egyet a külpolitikában. A külpolitika pedig ugye az a bizonyos Kanyiczai Tibor által leggondosabban fölvázolt kettős vállalás volt, amelyre Mátyás itten bőven utal, amikor tetszik, az is új, hogy tetszik neki a vers, amelyben a pápa heréjéről van szó, ugye? De azért azt mondja, ne hülyéskedj, mert ezzel tönkre teszed az én munkámat, ugye? Miért? Azért, mert a pápa követelte meg azt, annak a fejébe, hogy a török elleni segély folyamatos legyen, és hogy lefogja Velencét, amely egyébként a lengyelekkel és részben a törökökkel összejátszva próbálta megroppantani Mátyást. Ugye? A pápát, aki velencei volt, természetesen muszáj volt valami módon etetni, és hát tényleg kétségtelen ez a Landó nevű krétai érsek, ez nem volt egészen tisztességes, amikor mindezen verseket kiszivárogtatta. De a lényeg tehát az, hogy a Jánusz komolyan hihette azt, mint nagyon sokan a kortársak közül. Jó pár olyan szöveg mutatja, amelyeket csak az eddig ugye a padló alá söpörtek, mert a Mátyás kultuszban nem fértek bele, hogy a kortársak nagyon sokan nem értettek egyet, nem csak az adóztatás miatt és egyéb ilyen önkényes centralizáló kísérletek miatt nem értettek egyet Mátyással, hanem azért sem, mert nem látták át, hogy halogatás-e vagy zseniális taktika az, hogy azért törekszik nyugati kulcspozíciók megszerzése, végsősorban a császári cím elnyerésére, hogy kellő anyagi hátteret biztosítson utána egy egész Európát megmozgató törökellenes hadjáraton.
És akkor most Merő Bélához fordulok, hogy mi okozta ezt a hirtelen változást, mert ez azt hiszem, hogy nagyon gyorsan lezajlott. Játszottátok néhányszor, és aztán most szinte egy monodorává már átalakítva adtátok elő. Egyrészt ennek mi volt az oka, másrészt, hogy milyen a Zalánnal való együtt dolgozás, mert ugye saját drámájának a dramaturgia mégsem lehet, ugyanakkor a színháznak a dramaturgia, hogy éltétek meg ezt a nagyon finom kettős munkát, mert azt tudni kell, hogy ebben a remekül megtervezett a Zalán Tibor 60. évfordulójára kiadott kötetet a te dolgozatod is díszesíti és ékesíti, és abban nagyon finom, nagyon precíz, zseniális elemzések olvashatók a megfigyelések a drámáról. A történet két részből áll. Az első rész a 7 évvel ezelőtti, mert az fontos kiinduló pont volt, benne van a kötetben, Tibor nyilatkozza, hogy ez reneszánsz pályázatra készült. A Zalai Nyári Színházak és a Békéscsabai Színház közös produkciója volt, ahol a Zalában nekünk nem volt pénzünk, de hát az igazgatónk mellénk állt, és hogy ne dobjuk vissza már ezt a pénzt, csináljuk meg a darabot. És a Tibornak ötlete volt, hogy abszolút nem akart Jannuszt, ugye? Abszolút nem akart Jannuszt, más volt az elképzelése. Én pontosan azért, amiket mondtál, tehát többek között azért is úgy éreztem, hogy nagyon fontos, és nem irodalomtörténetileg, és nem történelmének, hanem egyáltalán a Jannus sors borzasztóan izgatott, és az, hogy ne legyen partikuláris a probléma, mert akkor egyszer eljátszuk, aztán megdöglik. Na most Tibor írt egy nagyszerű darabot, tehát ti is segítettetek benne, ugye ez hozzá tartozik, mert semmit igazából nem lehet tudni Jannuszról. Tehát ennyiket lehet tudni, és itt az volt a hatalmas munka, hogy a Tibor a Jannusz költészetén keresztül, tehát az irodalmi alkotáson keresztül fogalmazott meg egy figurát, olyan figurát, aki képes volt, mint ahogy a marciális évszázadokon keresztül működni máig. Na most annak az előadásnak számomra sok problémája volt, és érdekes módon most változott meg, majd elmondom ezt is, hogy miért, azért ülünk itt egyébként, hogy ugye mindez a Jannusz vívódása, haláltusája, és megjelennek különféle figurák. Na most, amikor egy másik színész játssza ezeket a különféle figurákat, akkor nem játszhatja úgy, ahogyan Jannusz elképzeli. Tehát a Mátyás, konkrétan a Mátyás játszó színésszel emlékszem, hogy próbáltunk valamit tenni, és azt mondta, figyelj, mindenki tudja, hogy Móriczkáson milyen a Mátyás király. És akkor elkezdte azt játszani, milyen a Mátyás király. És végül is neki volt igaza, mert amikor eltoltuk másik irányba, akkor meg karikatúra lett belőle. Tehát egyszerűen nem billent a helyére. Most az történt nem is olyan régen, hogy Árkosi Árpi felhívott a Művészeti Akadémia megbízásából, hogy nem régen játszottátok ezt a darabot, jó lenne, hogy elhoznátok ide. Ez nem régen, ez ugye 7 éve volt. És a igazgatónk itt van? Nincsen, akkor is elmondom. Tudja, hogy aztán el kell menni a Művészeti Akadémia. Én nagyon borzasztóan örültem neki, mert volt, tehát bennem maradt egy csomó dolog, és akkor azt mondta, igen, de csökkenteni kell a létszámot, nyilvánvalóan ő elsősorban az anyagi lehetőségekre gondolt, és akkor hát Tiborral elől, hát igazából telefonon értekeztünk, és végül is abban maradtunk, hogy egy figurához én ragaszkodtam, hogy legyen egy női alak. Ugye korábban, ez nagyon fontos, ez említetted, de valóban kétszer hangzik el, aki ír nem él, kétszer ott is, meg itt is elhangzik, csak ott azért nem volt ereje, mert három nő a szolgáló lány. És itt viszont egy volt, aki meg tudta hallgatni azokat a fontos mondatokat, amelyeket a végén, amikor megszólal, anyaként el tudja mondani. Az, hogy az anya az, hogy mind a kettőnk számára nagyon fontos kategória volt, én úgy éreztem, hogy amíg a saját sorsom miatt, hogy édesanyám nagyon fiatalon meghalt, hogy hát egy kicsit én is beleképzeltem magam szerintem a Jannusz helyzetébe, és aztán Tibor rendesen meghúzta, úgy, ahogyan elképzeltük, megbeszéltük. Igen, ahogy kell, nem tudom, hogy véletlenül sikerült. Ugye az a helyzet, hogy azt szoktam mondani, hogy az a baj az ő darabjaival, hogy
hát nem kell hozzá dramaturg, és voltaképpen működik minden mondata. A dramaturg akkor kell, amikor az irodalmi szöveggel nagy probléma van, és úgy éreztem, hogy sokkal, de sokkal izgalmasabb lett. Nagy feladat volt a kettőség megoldása, tehát az, hogy a Bartusnak kettő figurát kellett játszani, saját magával kellett dialogizálni, és hogy nem móriczkás legyen, ugye pantomimesen lehetett, hogy most így vagyok, meg így vagyok, és akkor egy borzasztó, unalmas dolog, hogy ezt hogy lehet igazából úgy megcsinálni, hogy belül leszülessen, hogy ne legyen karikatúra. Nagyon-nagyon izgalmas munka volt. Tibor olvasópróbán ült meg, egyszer később megnézte még a próbát. Tehát mi lassan 40 éve kínlódunk itt egymás mellett, hogy nem ez az egyetlen közös munkánk volt is, meg hát remélhetőleg lesz is. Dramaturgként nem akart hozzányúlni saját magához. Hát azon... Most minden ezügyben, most nem, minden, nem, még egy blasfémiát el fogok követni. Most akkor Tibort kell megkérdeznem, hogy őt mi izgatta valójában, azon kívül, hogy pályázatra gyorsan meg kellett írni egy darabot, de valójában mi izgatott, mert azért lehet sejteni, hogy itt a költői vívódás, a költő az öröklét letéteményese feladatkör, akkor a költő és a hatalom viszonya, a költő és az ország viszonya, úgyhogy ennek egész komoly politikai tartalma van ennek a darabnak, hogyha alaposabban, mélyebbről megnézzük, és ezt a színész, aki egyébként gratuláljatok neki majd a nevünkben, mert lenyűgözött produkált ma este, óriási feladat lehetett ezt egyrészt már egy korábban betanult szöveggel szemben megtanulni újra, és hát nagyon... Meg ezeket a nyakateket mondatokat, amik egyébként poétikailag nagyon helyén voltak, mert azért lehetett érezni a ritmikát, lehetett érezni a metrumokat időnként. Engem nem izgatott tulajdonképpen semmi ebben a Janus Pannoniusban. Érdekes, hogy az a három ember, kulcsember ül itt a színpadon mellettem, akik miatt az Janus Pannonius megszületett, én nem vagyok az, aki miatt megszületett, én nem akartam. Engem abszolút nem érdekelt, én gimnáziumi tanárként tanítottam a Búcsú Várattól és a Pannonius dicséretét, és ebbe is volt fejezve a Janus Pannonius, mint olyan számomra is, és ugye Merő Béla vett rá, hogy csinálják a Janus Pannonius darabot, de hát én Janus Pannoniusról nem nagyon sokat tudtam, és akkor kértem a Zörényi professzort, Jankovics tanárúrtól könyveket, utóbbi máig követően rajtam azokat a könyveket, állítólag elloptam őket, de legfeljebb csak elhánytam, és előbb-utóbb előkerülnek egyszer rendet ezek a dolgozószobában. És ahogy elkezdtem olvasni ezeket a tanulmányokat, ami nem elsősorban nem tartoznak a tanulmányok az esti olvasmányaim körébe, akkor egyre inkább kezdett érdekelni ez a figura, kezdett érdekelni Mátyás, kezdtek érdekelni azok a viszonyok, amelyek között élt, és én nem gondoltam így át, tanár, mint ahogy te átgondolod azt, hogy politikai és hatalom és költő viszonya, költészet és Európa és Magyarország viszonya. Egyszerűen csak elkezdtem gondolkodni abban, hogy hogyan tudok én ebből egy élő figurát teremteni. Hát ahhoz, hogy egy élő figurát tudjak teremteni, az el kell pusztítanom, nyilván meg kell halasztanom. Mint ahogy azt hiszem, épp Csikós Attila kérdezte, hogy meghal-e a végén, mondtam, hogy nagyon meghal a tanulmányok. Mondta, hogy meghal-e a végén, persze, hogy meghal, hát miért ne halna meg. Hát meg kell, hogy halljon, különben nem tudom megírni a darabot. Ha nem aktualizálom ezeket az ügyeket, tehát a Mátyásban nem csinálok egy ma is felismerhető királyt, politikust, uralkodót, hatalmi embert, meg a Janus Pannonius se hasonlít rám, és nem csinálok ebből ilyen magánügyeket, vagy közügyeket, hanem mai közügyeket, hanem egyszerűen megpróbálom azt a kort fölidézni. Fantasztikus jó dolgokat kaptam tőlük, de irtózatosan keveset tudtam belőle felhasználni a darabban. Viszont a magam építésére, a darab építkezésére rendkívül erős hatással voltak ezek a kapott szakirodalmak. És hát a másik az, hogy a Béla nem említette a közös munkánkban, hogy mi egymás mellett laktunk most már 7 évig, vagy mi a színészházban, Békés Csabán, most Béla átmenetileg eltávozott, remélem csak átmenetileg,
És hát gyakorlatilag, az átmenetről menjünk a gyakorlatiba, gyakorlatilag egy-egy mozzanatnál átmentem, és akkor estélyeken keresztül pálinka mellett, bor mellett szittuk egymás anyját, anyját nem, mert azt nem szereti, de úgy minden egyebet. És nagyon véresen össze tudtunk veszni ezeken. Minél több pálinkát ittunk, annál jobban össze tudtunk veszni. De közben is alakult. Tehát az én szemületem is, ő a színház felől lökdösött meg, ők a irodalom felől lökdöstek meg, a szakma felől lökdöstek meg. Nekem már csak az volt a dolgom, hogy néhány mondatot hozzátegyek ehhez. Én a legnagyobb megdöbbenésem, mert most frissen olvastam el a Azután megdöglünk című, a Napkút kiadónál megjelent drámakötetedet, ugye? Ez a második, azt hiszem, mert volt előtte is egy, azt sajnos még nem olvastam. És ebben van, amennyire én tudom, ugye szerény tapasztalataim vagy olvasmányom szerint, a Bevízúr hazamegy ha című darab, amely a legnagyobb botrányt okozta eddigi színházi pályafutásodon, ezt betiltották, tudnélik, ugye? Szegeden, ha nem csalódom, ugye? Szegeden. De mostan ezt elolvastam, ez természetesen egy látszólag semmi köze Jánuszhoz, mármint a Jánusz darabhoz. Ugyanakkor kísértetiesen hasonlít a látomások szerkezete, a késleltetett monológ, amely a végén ráadásul, mivel ott igen erős komikus effektusok vannak, ki is van mondva, és egymás szájából tépik ki, amikor már végre lehetőséget kapnak a monológra, tehát öntudatos a színész, vagy a szereplő hirtelen átalakul költői alakká, vagy magává költői, elképesztő technikákkal. Az anya, az apa szerepe, a szerelem, és egy csomó dolog, merőben másról szól, nem egy nagyúr, nem egy történeti személyiség, nem egy költő, nem. Egy abszolút közepes kispolgár, egy lúzer, hogy úgy mondjam, a főhős, ez a bizonyos Bevízúr. És mégis, tehát itt ugye valóban arról van szó, egy olyan nagyszabású kísérlet egyik darabját láttuk egyrészt, amelyet Zalán talált föl és kísérletez ki darabról darabra újra, egy új típusú dráma, amelyet mindvégig hangsúlyozottan költő ír. És ugyanakkor a te jó voltodból megtalálta a színházat és a rendezőt.